Következő, melyik szinkron szeretitek legjobban a régi Star Wars filmeknél? 82-es, 95-es vagy 97-es? Bevallom, én egy szinkronnal láttam. Én azt láttam, amiben azt mondja a Greedónak a Hans, hogy csak vigyázz belém, ne törj, aztán lelővi. Én ezt láttam, nem tudom ez melyik. Tehát... De az mondjuk nem volt rossz. Nem, szinkron. Ez egy jó szinkron szerintem volt. Szerintem mi a klasszikus szinkront láttam. Valószínű. Gyanús nekem. Bár nem tudom, mert... Lehet, hogy az újabb, mert úgy rémlik nekem, hogy én először Star Warsból, még nagyon-nagyon régen én ezt a felújított kiadást láttam, tehát én akkor... Igen. És azt már meg nem mondom, hogy azon melyik szinkron volt, tehát utána később... Az már jó 10 éve volt. Hát az már nagyon régen volt, de azóta már lehet, hogy másik van meg. A franc tudja, tehát nem tudom, de igazából az a szinkron, amit én ismerek, az nekem tetszik, tehát azzal nincs semmi gond. Következő. Mi a véleményetek a következő sorozatokról? Hát ezen gyorsan túl megint leszünk. Föl van sorolva, de hát szerintem a 90%-át nem ismerem, úgyhogy ez gyorsan meg lesz. Első, két pasi, meg egy kicsi. Ebben volt a Charlie Sheen. Hát ez biztos jó. Biztos jó pofa. Nem tudom. A következő, kockafejek, nem ismerem. Fú, várjál, kockafejek nem az, amiből egyszer láttam egy 5 percet, amikor két ilyen nagyon über kockáról szól, akik valami bérházba laknak, és szomszédjukba költözik egy csaj. Lehet, hogy ez az. Ha ez az, akkor az egy pocsék, nézhetetlen fos, véleményem szerint. Következő, agymenők. Azt nem tudom. Aztán már megint Malcolm. Passz. Nem tudom. Angolkák. Passz. Mit te azt ismered? Szerencsére nem, de mikor még volt kábel tévénk, akkor volt, hogy egyszer átkattintottam, és az ment, és egy ilyen írtó gusztustalan, ilyen elképesztően visszataszító, amit én láttam legalábbis belőle, úgyhogy köszönöm ott, hogy életre elment a kedvem. Kreténnek klubja, hát ez a címe alapján is hasonló lehet, mint az angolok. Na, ez viszont most jól jön, Mr. Bean. Mr. Bean, na végre valami. Erről tudunk beszélni. Klasszikus. Hát ez nagyon jó, persze, megunhatatlan. Főleg az ilyen... főleg a Tatár Bipsztek, ugye az a örök klasszikus. Na, nekem én azt szeretem, amikor becsomagol, bár a Tatár Bipsztek nálam is tarol, de a... amikor becsomagol az útra, a kis bőröndbe, és mindent lefelez, és akkor a végén előkapja a nagy bőröndet, az és csúcs. És belerakja a kicsit. Az igen. A jelenet, az szenzációs, az nagyon-nagyon jó. S ha már Mr. Bean, akkor a film is, ugye imádni való, az igazi katasztrófa film, persze. És még egy, az én kis családom, ezt megint csak nem tudom. Nem tudom ez melyik. Következő, szeretitek-e Rowan Atkinsont és a munkásságát? Hát őt nem lehet szeretni. A Mr. Bean nyaral az elég nem fos. Nem lehet szeretni? Vagy nem lehet nem, bocsánat. Azért nem. Őt nem lehet nem szeretni, így azért, ezt akartam mondani. Mert, hogy, hát őt nem lehet szeretni. Ezt a Versus stábjára mondtuk, meg Simonra, meg mit tudom én. Tehát... Hát valahol Simont is lehet szeretni. Nem, hát lehet, persze, annyira imádni való. Nem lehet nem szeretni Rowan Atkinsont. A Mr. Bean nyaral az szerintem elég rossz lett, de egyébként a filmjei azok nagyon jók. Kezdve ugye a Mr. Bean-nel, de Johnny az, English. Nekem a Johnny English is tetszett, és volt az eltakarítónő, ahol nem ő volt a főszereplő. A Viperát nem láttuk. Nem. De... meg ugye az üldözési mánia. Igen, ott is. Eljátszott a Mr. Bean-t újra. Igen, tehát ő egy vicces figura, ő rajta lehet nevetni. Következő, szeretnék a Louis de Funé filmeket? A filmeket nem. Funét azt imádom, de a filmjei szarok. Tehát igen. A filmjei, ha nem lenne bennük Funé, akkor... azok ilyen hulladékok lennének. Hát ezek a csendőrös filmek, ezek borzasztóak. Ezek inkább, hogy mondjam, nem borzasztóak, hanem ilyen nagyon franciák. Tehát szerintem még ami szerintem nélküle is működne, az a káposztaleves, de ott is nagyon sokat visz bele, szerintem. Hát, az még egy aranyos. Ami semmiképpen nem... elnézést, ami semmiképpen nem működne nélküle, az Oscar. Tehát... Én nagyon sokat hallottam, hogy a Stallone-féle Oscar az mennyire rossz az eredetihez képest, és mikor láttam az eredeti francia Oscart. Hát jó, Finé nagyon vicces volt benne, de az új milliószor jobb igazából a Stallone, és jobban ki van bontva minden. És Finé filmje, az Oscaros, Finé Oscar filmje, na, akkor így mondom, tényleg csak azért jó, mert Finé nagyon vicces, vagy ott van a Heves Jeges, azt is Finé vitte el a hátán, vagy fennakadva a fán. Hát ott egyértelmű, az Finé nélkül, az tényleg nézhetetlen lenne. Finé filmét annyira nem szeretjük, de Finét nagyon, tehát ő egy elképesztően nagy komikus volt. Következő, szeretitek a Jean-Claude Van Damme filmeket? Azokat annyira... Vagy hogy mondjam, a Van Damme-nak nincsenek olyan jó filmjei. Tehát nincsenek annyira jó filmjei, mint mondjuk a Dolph Lundgrennek. Tehát nincs már meg az a Van Damme... Jó, van egy-két veszel. De Dolph Lundgren aztán tényleg a csúcson van mindig. Persze a Dupla Dinamit az jó. Az annyira igen, rossz. Vannak jók, például a Véres Játék. Na, az is nagyon jó. Dupla Dinamit. Az jó. Kickboxer, az is jó, Hiába futsz is nagyon jó. Én nemrég sikerült megnéznem az Oroszlán szívet végre, az is egy nagyon jó film. Tehát vannak jó filmei Van Damme-nak, de a legtöbbjük olyan egy kapta fára megy. Tehát olyan semmi extra, úgy vannak,
el vannak, úgy magukban vannak szarfilmek, mint a Vakvágány. Igen, de az a baj, hogy tehát igen, ezeket, amiket elmondtál, amikor hiába futsz, hát az mondjuk inkább ilyen nézhetőbb, de azokon kívül, tehát ő neki a rossz filmjei tényleg rosszak. Tehát a például, mondom most, jaj, csak a most... Dolph Lundgren-t, ő neki a rossz filmjei is jók. Nem? Miért Dolph Lundgrennek van rossz filmje? Ja, nincs, hát nyilvánvaló. Vagy mondjuk a Stallone-nak. Jó, neki is van egy-két rossz dobása, de neki a rossz filmje. Vagy a Segalnak is, a rossz filmje is jó. Dolph, don't make bad movies, érted? Nem, egyébként azt akartam mondani, hogy a, most a JCVD is Jean-Claude Van Damme filmnek számít. Hát az nyilván egy jó film, a JCVD. Mert az tényleg egy nagyon jó az filmje, jó. Bár az nem az a klasszikus hát Van Damme az, film. Igen, az egy kicsit életrajzi ihletettségű. Az mondjuk de egy érdekes darab. Tehát az mondjuk, azért Van Damme megmutatta, hogy azért csak tud ő még mindig, csak hát azóta is várunk rá, de nem baj, majd most Expendables 2-be. Igen, hát majd meglátjuk, én kíváncsi leszek rá nagyon. Következő, megint egy színésszel kapcsolatban, szeretitek az Eddie Murphy filmeket? Mostanában nem. Mostanában nem, a régieket nagyon, tehát ilyeneket, hogy 48 óra, megint 48 óra, Beverly Hills Zsaru, hát örök klasszikus. Hát az klasszikus, meg az Amerikába jöttem, az egy mestermű. Van, hát régen voltak jó filmjei. Ma már inkább árnyék önmagának. Most próbálkozik, de állítólag ez a általam nagyon várt 1000 words piszok szar lett. Igen. Piszok szar. Pedig még rosszabb. Most mondjuk... hogyan lopjunk felhőkarcolókval kicsit visszajött. És de... nem is értem, hogy lehet. Tehát pedig gyakorlatilag pozitívat még nem olvastam róla. A Rottenen 0%-on áll, közel 50 szavazatból. Ilyen... Mellékesen azt látod, hogy a The Raid hány százalékon áll a Rottenen? Nem. 100. Annyira de most indult. Ez hogy jön Eddie Murphy? Csak eszembe jutott, ja, mert nem mondtuk. De azt hiszem lesz még dörejdes kérdés, ha tartogathatod volna akkorra is. Ez jó, majd elmondom akkor is. Össze-vissza ugrálunk kérdések között. Mindenre más válaszol. Akkor ha már itt járunk, akkor megpendítem, hogy eszembe jutott, hogy a legalul értékelte filmekhez nem mondtuk az új Hippolyta lakályt. Na, például. Hát, pedig szerintem jobb, mint az eredeti, de mindegy. Ja. Következő. Szeretitek a Bölcsek kövérét, ha már Eddie Murphy? Hát végül is az nem rossz film szerintem. Aranyos egyébként. De nem is annyira jó. Tehát... Egyszer láttam, vagy kétszer, többször nem is akarom már megnézni. A második részét még nem láttam. A vasz munka az eléggé impozás. Meg az animációk nagyon jók. Igen, szóval hát meg lehet nézni. Végül is vannak benne jó poénok. Tehát amikor például azt a Reggie-t, azt a nagy pofájút ledumálja a színpadról, az egy zseniális jelenet. A végén még a zongorába... Tagadt, hogy beszúl a Grand Canyonba. A végén még a zongorába is belevágja, az egy szenzációs jelenet. Jó, igen, azt el kell ismerni. Egyébként nem rossz film. Következő, szeretitek a Sátánkát? Na hát ez a te köröd lesz, mert nem láttam. A Sátánka az Adam Sandler-es, ugye? Fú, hát hogy szeretem-e? Nem, nagyon nem szeretem a Sátánkát, pedig már kétszer is láttam, vagy lehet, hogy már háromszor, amilyen hülye voltam, megnéztem sokszor. Sokan szeretik, de szerintem nagyon gyerekes a humora, nagyon, nagyon banális, ilyen nagyon elcsépelt poénok vannak benne, és Adam Sandler baromira szörnyű. Két dolog valami miatt nézhető, az egyik az Harvey Keitel, a másik pedig Quentin Tarantino, aki cameo szerepben van benne, egy vak prédikátort alakít. Rajtuk lehet sokat röhögni, de egyébként maga a film szerintem ilyen baromi gyenge, tehát ilyen elképesztő fércmű, legalábbis szerintem. Oké. Okay. Mi a véleményetek az olyan régi Cartoon Network-ös rajzfilmekről, mint a Bátor a gyáva kutya, Ed és Edi, Billy és Mandy kalandjai a kaszásra? Na hát erről már szívesebben beszélek, a Bátor a gyáva kutyáról. Bevágtam a könyököm. Tehát a Bátor a gyáva kutyáról. Hát ez gyerekkorom meghatározó rajzfilmje volt igazából. Az egy zseniális mese. Azt még ma is tudom nézni. Ed és Edi az egy picit beszívott mese, de egyébként, ha az ember úgy ül elé, akkor lehet rajta szórakozni. A Billy és Mandy kalandjai a kaszás, az valahogy a kettő között van. Nem annyira ütős és eredeti, mint a Bátor a gyáva kutya, de nem is annyira kretén, mint az Ed és Eddie. Az a Billy és Mandy az olyan, hogy abból sok részt nem láttam, de az olyan, hogy így nem annyira vicces úgy unblock, de van benne néhány olyan poén, hogy nem lehet kibírni röhögés nélkül. Tehát vannak benne olyan hirtelen dolgok, hogy így basz meg. Következő. Egyébként csak annyit akartam, hogy nem csak ezeket a régi Cartoon Network-ös rajzfilmeket szeretjük. Aztán van még kérdés. Igen, de nagyon sok van, amiket nagyon szerettünk. Következő, csak nekem nem jött be a Tökéletes trükk című film? Szerintem igen. Igen. Valószínű. Következő, mi a véleményetek a Naruto-ról, azaz a soha nem lesz vége típusú anime? Én nem szeretem ezeket. Ez olyan, mint a Barátok közt. Igen. Csak az anime, ennyi a különbség. Jó, mondjuk az... megnézném a Barátok közt a animébe, ahogy ott Vili bácsi befeszít, így, szóval kemény lehet. Magdi néni bedob egy hadukent, nem tudom. Én ezt a Naruto-t szépen megvan rajzolva, az tény, de valahogy ez...
tehát pont az a baj ezzel, hogy nekem ezek nem tudják fenntartani az érdeklődésemet, mert hol érdekeljen engem az, hogy ezek itt 300 részen keresztül egymásra dobálják a hülyébb csakrás varázslataikat. Nem érdekel, nincs egy normális sztoria szerintem. Engem pont annyira érdekel, hogy el se kezdem nézni, de... Ja, hát én se tényleg akkor már szívesebben nézném azt, hogy a barátok közben sulikeneket dobálnak egymásnak így szépen megrajzolva, de nem én tudom. Is mondom, igazából nem... biztos jó, ha már ennyien szeretik, de én alapból nem vagyok oda az anime sorozatokért, az a Narutoért meg pláne nem, úgyhogy nem fogom elkezdeni valószínűleg. Meg hát egyszerűen ember elkezdi, akkor nézheti élete végéig, tehát nem is éri meg. Ki a leg... Hát itt úgy van írva, hogy tögösebb színészet, tehát akkor ez most vagy tökösebb, vagy dögösebb, mert bármelyik lehet. Valószínű, legdögösebb már volt, úgyhogy most akkor legyen a legtökösebb. Hát ez szerintem Sigourney Weaver, tehát itt nincs igazán persze. Más játékos. Ripley után, ez nem kérdés. Nem, és még ma is, még... Nemrég volt Avatarban, hát még milyen durva még mindig. Tartja a szintet rendesen. Abszolút. Következő, Charlize Theron, Jessica Alba vagy Scarlett Johansson? Hoppálé. Charlize Theron. Attól függ, hát ha Charlize Theron az Aeon Flux-ból, akkor a másik kettő nem is játszik. Ő az annyira dögös, hogy ott Jessica Alba labdába se rúghat. Jessica Alba nekem is kiesik, mert Scarlett Johansson és Charlize Mondjuk Theron is Scarlett jó. Johansson vörösen, azért az elég. Inkább a Theron. Inkább a Szerintem Theron. Is. De mondjuk nem mindegy, hogy már a Theron is tud csúnya lenni. Hát tud, ha nagyon akar, de ahhoz meg kell röltetnie magát elég rendesen. Bár mondjuk a Scarlett Johanssonba én meg az izébe zúgtam bele. Az Match point. Nem ott, az elveszett jelentésbe. Ja, ott hát teljesen, igen, nagyon aranyos. Teljesen belezúgtam. Az következő. Az Na hát így az előbbi színésznők után jön a másik nagy kedvenc. Kristen Stewart, a legtehetségtelenebb színésznő. Ez a jeges víz a nyakba. Igen, tehát Kristen Stewart a legtehetségtelenebb színésznő? Nem. Nem. Messze csak nem. Az, aki azt a nagyon kevés tehetséget, már azért nincs neki sok, azt a legrosszabb módon herdálja el. Tehát még azt a keveset is, ami van, azt se használja ki. Nem mondom, hogy nagy színészi karriert futhatna be, de egy korrekt fiatal színésznő lehetne belőle, mert szerintem úgy általában azért jól alakít, csak az alkonyatot nem kéne erőltetni, de például benne volt az Útavadonbába, ott tényleg nem volt vele semmi hát baj. Hát ott én annyira emlékszem, hogy volt egy jelenete kics minibe. Az ágyon. Mondjuk, jó, hát akkor te ennyire emlékszel. Hát, most... hát Kristen Stewartból, jó, hát a filmből nyilván nem csak erre emlékszem, mert az egy nagyon jó film volt, de a Kristen Stewartból ennyi maradt de meg, de mondjuk ez van, már valami. Ott van például a Pánik szoba, ott jól alakított, igen, vagy a karrierje elején. Kalandpark, ott is például tényleg jó volt. A Kalandparkban tényleg jó volt. Én most kezdtem el nézni a Hírnök című filmet, abban is abszolút rendben van, tehát igazából csak az alkonyat nem megy neki, de tehát ezt nem kéne erőltetni. A Kalandparkban se... rakott lesz sokkal többet, mint az alkonyatban. Te Tehát... Kalandparkban tudott mosolyogni, ennyi volt. Nem tudott se vitte túlzásba. De mondjuk, hogy ott egy jobb film, egy jobb légkör volt körülötte. Volt, igen. Tehát ez az alkonyatozás jó lesz, a vége lesz egyszer valahogy, és akkor talán, hát ha esetleg. Következő kérdés. Voltatok már úgy, hogy elkezdtetek nézni egy filmet, untátok nagyon, aztán a film végére azt mondtátok, ez egy nagyon jó film volt. Nem, mert hogyha unok egy filmet, akkor nem mondom azt, hogy jó volt. Bár ez sem feltétlenül igaz, mert ott van például a Torinói ló, ami... Hát azt de így... azt nem untam, csak piszok lassú volt, tehát... Nem, tehát ezt így, hogy ez egy hű, ez egy nagyon jó film volt, tehát így lelkesen nem mondanám ki, ugye nem rémlik, hogy lett volna ilyen, hogy nagyon untam egy filmet, nem tudom, tehát... Lehet, hogy volt ilyen, de inkább úgy mondanám, hogy egy film unalmas volt, de azért megmaradt. Mondjuk például hasonló volt nekem a Blue Valentine, amikor untam azért, de a végén úgy keltem föl, hogy fú, ez meg volt csinálva. Az például egy ilyen volt.